Na, sziasztok, srácok! Ez itt az új videó, ismét a Jovánkkal. Megyünk egy kicsit motorozni, felveszünk pár motovlogot. Legyen sok tartalom ezzel a motorral. Szépen elengedjük a kocsikat. Egyik kocsi, másik kocsi. Na, jó van még ezeket is. Videónk témája ez a fantasztikus GoPro, amivel csak a gondok vannak most 4K-s felvételek készítésekor. Képzeljétek el, hogy felvettem 3 motovlogot, lényegében majd 40 percig kameráztam, és a drága GoPro-nk felmelegedett 4K-s felvételkor, és egyszerűen kifagyott. Ezt csak akkor vettem észre, amikor megálltam, és el akartam menteni a felvételeket. Lényegében csak annyi volt, hogy be volt fagyva a gép a GoPro-n, olyan forró volt, hogy alig tudtam kivenni a tokjából magát a GoPro-t, és a batteri is annyira fel volt benne fújódva, hogy nem jött ki belőle egyszerűen. Szóval kellett várni, amíg kihűl maga a GoPro benne a batteriból, elemmel, ugye? És aztán ad nehezen kivettem belőle az elemet. Kicsit fel is volt fújódva. Úgyhogy most már így félve is fogom használni azt az elemet, mert nem tudom, hogy jól tesz neki a túlforosodás, és kicsit fel van fogódva is. Hogy most fog-e ugyanúgy működni továbbra is, vagy hogy vesztette a kapacitásából, az még majd kiderül. Régen pedig nem voltak ilyen gondok, amikor Full HD-ban, vagy 1440-ben, vagy 2,7K-ban kameráztam. Nyugodtan csináltam egy órás felvételeket is. Ott is forrósodott a GoPro, nem mondom, de nem úgy, hogy túlhevül és kifagy, és kuka az összes felvétel. Lényegében fel is vette az egész útszakaszt, amit kameráztam. Csak az utolsó részénél, amikor már majdnem a célba értem, ott fagyott ki kb. Ott melegedett túl. És a fájlok meg is maradtak a GoPro-n, mert visszanéztem a számítógépen, de ilyen felkiáltó jelesen maradtak ott. Szóval lényegében meg voltak sérülve a fájlok. A GoPro úgy menti el a videókat amúgy 5 darabonként, kb. Ilyen 4 gigás részletenként menti el a videókat. De így, hogy túlmelegedett, az összes elmentett kis fájl valahogy megsérült sajnos, és hát használhatatlanná vált sajnos. Úgyhogy az a gond, hogy 3 videó így kuka, pedig egész jó logok voltak, szóval most újra fel kell venni, csak lejjebb adva a felbontásból. Remélem a jövőre érkező 11-es GoPro-val már nem lesznek ilyen gondok. De hát majd meglátjuk, nézek róla teszteket, videókat. Még idáig ugye Sony Vegasban vágtam a videókat. Most lehet, hogy megpróbálom Adobe Premiere-ben. És meglátjuk, hogy milyen különbség lesz a Vegas és a Premiere között. Még utána kell néznem a bitrátáknak, a minőségnek is, hogy hogyan érdemes kirenderelni YouTube-ra a videókat, mert szeretnék nektek minél szebb minőségben feltenni videókat. Ugye aki a nézőtáborral rendelkezik YouTube-on, sok a feliratkozója, azoknak eleve a YouTube egy sokkal jobb minőségben elúlja a videóit, sokkal szebben lehet visszanézni, mint olyanoknak, akiknek csak 1000 vagy pár ezer feliratkozója van, vagy akik most kezdik a videózást, ugye nekem is csak 2500 körül van a feliratkozó táborom, úgyhogy sajnos nekem is még ott a szarabb kollég van, hiába fent sok videó és minőség videó, vagy minőségi nagy felbontásban, így is a szarabb kollég van. Két éve például voltunk Görögországban nyaralni, ott is videóztunk, gyönyörű felvételek lettek, feltöltöttem YouTube-ra, olyan volt a minőség, mint a hányás.
Szóval... Amúgy utána néztem, és azt ajánlották mindenhol, hogyha a nagyobb felbontásban töltött fel a videóidat, mondjuk már abban a 4K-ban, akkor automatikusan a YouTube ad neked egy jobb kodeket, és sokkal szebbek lesznek a videóid. Na és pont ez véget kezdtem el én is 4K-ban felrakni a videókat, hogy kapjam meg a jobb kodeket YouTube-on. Ezt meg is kaptam, amikor feltettem, és elég nagy különbség volt a Full HD-s feltöltéseknél és a 4K-s feltöltéseknél. Full HD-sek, mert ha megnézitek az első videókat, akkor ott rendesen ilyen kockás, ilyen kis pixeles, sokkal szarabb a bitráta a videókban, nem olyan szép a minőség. De ha megnézitek a jó videókat, a 4K-sakat, ott sokkal, de sokkal szebb a kép. Sokkal jobb a bitráta, stb. Jobb a kodek. Úgyhogy ezért is érdemes nagy felbontásban feltolni a videókat, hogyha van rá a kameráltak. Ugye nekem ideig működött, de most, hogy csináltam hosszabb videókat is, azt már nem bírja a GoPro. 15-20 percnél tovább, hogy a kamerázol a 4K-ban, kisül, túlmelegszik, és látjátok, hogy elkezd tönkre menni. Még jó, hogy nem robbant fel itt ebben a Tokiában a kamera. Már párszor megtörtént ez, hogy túlmelegedett, de elég úgy voltam le, hogy úgyis ritkán csinálok ilyen hosszabb videót, de az a gond, ha néha elmegyek és fel szeretnék venni 3-4 motovlogot is egyszerre, és nincs kedvem 10 percenként lekapcsolni, majd 5 percet várni, hogy hűljön ki, aztán megint felkapcsolni, megint folytatni a motovlogot. Én elmegyek motorozni, akkor szeretek motorozni, menni egyfolytában, nem megállni, és közben végig dumálni nektek. Úgyhogy ez így sokkal jobb, élvezhetőbb, mint hogyha folyamatosan meg kellene állni és kibekapcsolgatni, mint valami bolondnak. Úgyhogy képzeljétek el, hogy ez volt, ezt szerettem volna nektek elmondani, hogy sajnos 3 videó kukázódott így, de hát ez van. Reméljük, hogy mostan a 2,7K-s videók is valahogy szépek lesznek, 1440-ben, hogy feltöltjük. És nagyon reménykedek ebben, hogy az új GoPro, ami idén évvégén vagy jövőre kijön, annak már nem lesznek ilyen gondjai a túlmelegedéssel. Esetleg ha tudtok valamit, ami segít ebben, akkor írjátok meg kommentben, és találkozunk legközelebb. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, amit látjátok itt a gyönyörű javán is, nagyon jókat lehet vlogolni. Na srácok, egy szónak száz a vége, sziasztok! I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.